És akkor jöjjön egy olyan pillanat, amit már olyan régóta vártunk. Szerintem Csilla és Zoli is így van ezzel. Úgyhogy szeretném bemutatni azt a házaspárt, aki most az előző hónapban minősült egy új szintre. Ők egy Ausztriában élő házaspár, és gyorsan meg is néztem, hogy ők lettek a mi harmadik gyémántjaink. De ők azok, akik szinte az egész légszenes pályafutásomnak az egyik legmeghatározóbb tagjai, hiszen mi szinte az első pillanattól a mai napig folyamatosan együtt dolgozunk, vagy legalábbis együtt kommunikálunk, most is ugye közösen veszünk részt ezekben a projektekben. És hogy engem mindig elképesztő módon inspirálnak azt, hogy mennyire sokat fejlődtek és tanultak, mennyire megtanultak sok mindent az online marketinggel, hogy most is ugyanúgy, ahogy én is, folyamatosan képzik magukat minden területen. És annyira jó látni, ahogy a csapatukkal is bánnak, ahogy fejlődnek, és hogy mennyi mindent megtesznek értük. És ugye az is nagyon látjuk, hogy milyen szuperül építjük a saját márkájukat, és az mennyi sok mindenben megjelentkezik, és hogy milyen sok jó előadást is hallottunk már tőlük. Úgyhogy én nagyon szívesen várom, hogy tovább inspiráljatok bennünket, és hogy egy kicsit meséljetek nekünk erről, úgyhogy akkor most következzen Bojtos Fár Csilla és Bojtos Zoltán, és sok szeretettel gratulálunk nektek az új szinthez, én is executive star diamondok lettetek, úgyhogy meséljetek nekünk arról, hogy milyen érzés erre az új szintre lépni, és hogy hogyan ünnepeltétek meg. Nagyon izgatottan vártuk Erzsikével együtt a gyémánt szint elérését, vagyis hogy az első munkatársunk elérje ezt a szintet, hiszen ez a feltétele annak, hogy tovább lépjen valaki a gyémánt szintről. Azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon fair üzlet, hogy úgy tudsz előre lépni, hogy másoknak segítesz, hogy a mások sikerét próbálod elősegíteni, úgyhogy ez egy ilyen közös öröm, tehát talán szerintem jobban örültünk az Erzsikének, mint ahogy mi szintet léptünk. Pedig hát ugye ennek tényleg ez a különlegessége, ugye, hogy a csapattársak is lépnek, de milyen jó azt, hogy olyankor mi is tudunk új szintre lépni. És hogy bizony ennek is nagyon kell örülni és ünnepelni kell, mert hogy utána a csapattársaink újabb sikereinek is mi is így tudunk jó példát mutatni, hogy bizony értékeljünk minden egyes lépést és minden szintet. Igen. És Zoli, te hogy érezted? Ünnepeltünk, kocintottunk egyet a kedvenc szederborunkkal, és mi ezt elég gyakran megtesszük már, mint hogy nem a forívást, hanem hogy a kis apró lépéseket is megünnepeljük, az előrelépéseket, hát még az ilyen nagyok. Úgyhogy én fontosnak tartom az ünneplést, úgyhogy sajnálom, hogy akinek nincs ideje, vagy munkával ünnepel, hogy egy picit megállni, egy kis szünetet tartani, hátra nézni, megnézni, mi volt jó, mit érdemes tovább vinni, mit érdemes másképp csinálni, úgyhogy az ünnepléshez szerintem ez is hozzátartozik, meg hogy megengedje magának az ember, hogy nem mindig csak hagyja a mókuskereket, hanem megáll, szusszan egyet, és örül az eredményeknek. És már régóta készülünk egy meglepetés ajándékkal a gyémántunknak. Úgyhogy azt nem mondom, is egyel. Nem is egyel, majd csak akkor fogjuk tudni megmutatni, ha már eljön az ideje a személyes találkozás. Nem lőjük le a poén. Nem. Ez is egyfajta készülődés, hogy így ez ilyen több dologból áll össze ez az ajándék, és hogy készült, majd elmondjuk akkor, amikor átad. Nagyon izgalmas lesz. Rendben van. Na, és akkor még egy kicsit meséljetek arról is, hogy mire vagytok a legbüszkébbek. Ugye, ezen a szinten túl, amit eddig elértetek ezen az út során. Hát a legbüszkébb, én legalábbis mindenképpen a csapattagjaikra vagyok, tehát amit ők elértek arra, hogy bíznak bennünk, az ő... én nagyon könnyen meghatorok. Az ő elköteleződésükre. Amikor ezért vagyok itt egyébként, hogy ilyenkor folytassam. Tehát az, amikor tényleg úgy érzed, hogy egy pici szerepet neked is van abban, hogy ő sokat fejlődött, és már nem ott van, ahol az elején volt, és sikereket ér el,
pláne amikor látod, hogy őt is elkapta a gépszi, és ugyanolyan elkötelezett, végszenessé vált, az egy nagyon jó érzés, erre büszke vagyok. És én megmondom magam részéről, arra vagyok büszke, hogy idáig elértünk. Tehát baromi sok munka van benne, én úgy is állok hozzá, hogy az nem lehet, hogy azért ne legyek sikeres, mert nem teszem bele azt a munkát, amit bele kell tenni. Szóval én a munkát beleteszem. Az biztos. Úgyhogy aztán lesz, ami lesz. Tehát ez... Zolit inkább fékezni kell, tehát a legtöbb ember biztatni kell és motiválni, hogy pedig ilyen kicsit néha megállítani, hogy jó, pihenj egy csöppet, mert az is fontos. De igen. Ez azért van, mert hogy a szenvedélyünké vált. Én azt szoktam mondani, hogy közös gyerekünk a DXM, mert nekünk van két-két gyerekünk, de közös gyerekünk az a közös DXM vállalkozás. Hú, ez nagyon jó hangzik tényleg. Na, de ezt én is látom és tanúsíthatom, hogy tényleg mi mindent tesztek érte. És ugye bizony a munkán túl, mert ugye nagyon fontos az aktivitás, és abban aztán tényleg az élen jártak, de ugye nagyon fontos a tanulás is. És egy kicsit meséljetek arról, hogy mi mindent tanultatok, és hogy miben fejlődtetek az utóbbi években. Szerintem mi a legeslegelejétől kezdve tanulunk és tudatosan választunk olyan területeket, ami még vakfolt, vagy amiben nem vagyunk elég erősek. Nagyon sok tanfolyamot végeztünk. Hát az a legelején világos volt a számunkra, hogy ebben nem fogunk sikeresek lenni, ha nem tanuljuk meg azokat a dolgokat, amit ehhez meg kell tanulni, főleg az online olyan, amit szerintem muszáj vagy megtanulni profin, a videóvágástól kezdve, nagyon sok marketinget, SEO-zást, hát online hiába van egy gyönyörű weboldalat, ha senki nem látja, meg kell tanulni, hogy hogyan lássák meg azt az emberek, hogyan találják meg. És sorba vettük mindig éreztük, hogy az még nem megy, hogy például ilyen, hogy hírlevél, mindenki azt mondja, hogy a hírlevél, a listában van ugye a pénz. Hát nem tudunk hírlevelet írni, hát akkor meg kellene tanulni. És akkor utána mentünk, és akkor vettünk tanfolyamokat, hogy kell egy jó hírlevél sorozatot megírni. Szóval ilyen dolgokat, hogy mi folyamatosan, tényleg. Ami még szerintem, tehát az tényleg egy folyamatos tanulás mindenkinek, hogy nem lehet megülni azon a tudás szinten, amin vagyunk, mert hogy annyira változik a világ, annyira változnak az emberek, az ő hozzáállásuk. És megelőznek. Én nem erre gondoltam, hanem arra, hogy ami működött egy éve, az már most nem működik. Tehát mindig napra késznek kell lenni, és mindig fejleszteni az embernek saját magát. Tényleg ez egy életfeladat, hogy mindig tanulni és fejlődni. De tényleg ezeket a marketing dolgokat is érdemes figyelni, mert ahogy megszólítottunk tényleg egy-két éve valakit, az már nem biztos, hogy most működik. Mindig új csatornákat keresünk, és nekünk ez a... Tehát örömet okoz ez a felfedezés, hogyha eszünkbe jut valami, hogy így is megpróbálhatnánk, vagy úgy is meg lehetne próbálni, és amikor látjuk, hogy valami sikerül. Hát sokszor, tehát az is egy tanulás, amikor valami belátjuk, hogy nem lett olyan sikeres, mint ahogy számítottunk rá. Voltak már olyan projektjeink, amiben rengeteg több volt olyan. Öltük, és aztán nem volt arányos az eredménye, de ugye az is egy jó dolog, ha az ember felismeri, és nem ismételgeti tovább, igen, amit nem jól fontos. Csinál. Ezt szoktuk is mondani munkatársaknak, hogyha valami nem megy, akkor valamit nem jól csinálsz, tehát akkor valamin változtatni kell. És tudtok-e néhány konkrét szemét mondani, hogy kiktől tanultatok, és hogy ki adta a legtöbb inspirációt számotokra, és hogy van-e példaképetek esetleg? Hát természetesen tőle tanultunk nagyon sok, és ezt nem udvariassággal mondjuk, meg a többiek is tudják, akik ismernek, hogy egy állandó példakép vagy a számunkra. Itt most nem tudom folytatni, ezt Zoli mondja. Nem, én ezt sosem fogom elfelejteni. Tehát legyek akár mekkora Kroll ambaszádor, vagy akármi, akkor is azt fogom mondani, hogy a te szereped nagyon fontos volt abban, hogy mi elinduljunk egyáltalán. Ebben te nagyon jó vagy, hogy embereket tudsz inspirálni, meg hinni bennük, és biztatni őket, és ezt nagyon kell, főleg az elején. Most már szerintem menne akárhogy is, mert már annyira a vérünkben gonoderma folyik, vagy micsodánkban, ereinkben, de az elején kellett ez az inspiráció. De azt még mindig tanuljuk tőled, hogy mi hogy legyünk ennyire
biztatóak a mi csapattársainkkal, mert látjuk, hogy ez mennyire fontos, hogy ez mennyire jó, de még nem tudunk benne olyan jók lenni egyelőre, de törekszünk rá. De én nagyon figyelek mindenkit, tehát akit lehet, főleg online, mert ugye offline ritkán találkozok DXN-esekkel, de nagyon sok van olyan a felső vonalban és a keresztvonalban is. Én eléggé kritikus ember vagyok, tehát én nehezen tudok rajongani valakiért, de nagyon sok embernek vannak olyan dolgai, amik nekem tetszenek, és én megpróbálom tőle azt eltanulni. Olyanok is vannak, akik rossz példának tökéletesen jó, mert látom, hogy na úgy nem szabad csinálnia, hogy ő csinálja, és ez is jó. Tehát mindenkitől lehet tanulni valami. Úgyhogy én most nem mondanék neveket, mert nehogy véletlen kihagyjak valakit. De sokan vannak, akikről tanulok. És valamint vannak külsős trénerek, tehát mi azért elmegyünk sok tréningre az Zolival. Meg veszünk tanfolyamokat. Meg veszünk is tanfolyamokat, tehát ezt a fajta tudást is említeném meg, ugye a ganaterapeutákat, tőlük is tanulunk sokat. Úgyhogy példakép, meg jó szakember van bőven, lehet találni, akitől lehet tanulni. Úgyhogy most inkább így neveket nem mondom. Hát nagyon jó volt ezeket is hallgatni, meg egyébként én is nagyon sok megerősítést kaptam tőletek mindig. Úgyhogy szerintem azért ti is nagyon jó ki tudjátok fejezni, vagy tudtok olyan visszajelzést adni, ami a másikat is nagyon jól megerősíti. Na de akkor tényleg, ti mit gondoltok erről, hogy miért választanak benneteket, és miért érdemes hozzátok csatlakozni, és milyen plusz tudtok adni a csapatotok számára? Például azért, mert nagyon aktívak vagyunk, és ez nem minden szponzorvonal mondhatja el magáról, hogy tényleg ott van az üzletben, ott van a fókusza, rendszeresen napi szinten foglalkozik az üzlettel, képbe van, tehát ez nagyon fontos, hogy ott legyünk, mint ahogy a szülőnek is az a legfontosabb dolga, hogy ott legyen a gyerekeinek, egy szponzornak is ez a legfontosabb dolga, hogy ott legyen, hogyha kérdezik, és tudjon egy támaszt nyújtani, és egy iránymutatást adni, és segíteni a csapattársaknak. Úgyhogy ezt az aktivitást, ezt mindenképpen mi úgy tervezzük, hogy ez fennmarad. Tehát nem csak egy szintig megy, hanem mi itt leszünk 5 év múlva is, meg 10 év múlva is. A másik meg az, hogy van egy olyan online rendszerünk, amit sales funnelnek, vagy értékesítési töltsérnek szoktak nevezni, érkeztető oldalakkal, teljesen kész hírlevélsorozattal, amiben benne van az összes tudásunk, a vizuális intelligenciától kezdve, neuromarketing, szövegírás, minden benne van, és ezt minden munkatársunk a sajátjaként tudja használni. Egyetlen egy hátránya van, hogy ahhoz, hogy valaki megértse, hogy ez miért jó, ahhoz tudnia kell, hogy mi is ez, mi az az érkeztető oldal, mi az a hírlevélsorozat, és meg kell tanulni, hogy hogy kell használni. De ha ebbe föntről töltött bele a jelentkezőket, alul potyognak ki a belépők. És én nem tudom, hogy lenne ilyen bárkinek a DXM-ben. Ezért. Ez valóban nagyon jó, mert annyira szükségünk, hiszen pont is azt szeretnétek, hogy a csapatot társaitok is tudjanak sikereket elérni. Hiszen látjuk, hogy mi mindenre vagytok képesek, és hát pontosan ti is így tudtok majd újabb szintekre lépni, hogyha minél több csapattársatok elindul ezen az úton, és ő is képes lesz arra, hogy új csapattársakat tudjon csatlakoztatni. Ugye ezért is fantasztikusan jó, hogyha vannak ilyen eszközeitek és rendszereitek, amit aztán ők is tudnak csinálni, használni. Úgyhogy ez valóban zseniális. Meg hát ugye jó látni azt a sok apróságot is, ugye amikor mindig... minden év, minden hónap után csináltok egy ilyen kis kiértékelő videót, hogy kik voltak a legsikeresebb csapattársak, akkor ugye van vasárnaponként mi is van számotokra? Oké. Hát azt csak így neveztük el, de az a VIP csapatunk. Én azt gondolom, hogy lennie kell egy elit gárdának mindenhol, ahova bárki bekerülhet, ha bizonyos feltételeket teljesít. Ezt nem adhatjuk, hogy mondjam, méltányossági alapon. Ez olyan, mint egy edző a kezdőcsapatban azokat a focistákat teszi be, akik a legjobbak. Tehát mi is szeretnénk egy ilyen kemény magot kinevelni, vagy nem is tudom, hogy ez jó szó erre. Ez már folyik, tehát elég kicsi az a mag, mert nem mindenki érti, hogy ez miért jó. Azok, akik benne vannak, azok értik. És ez szokott lenni vasárnap. Igen, hát a vezetőképzés ugye ez nagyon fontos, és ugye ez, akkor ez is oda tartozik.
Úgyhogy ezek is nagyszerű pluszok, meg ugye szoktatok csinálni különböző kihívásokat, versenyeket is a csapattársaknak, és ugye akkor nagyszerű jutalmak is szoktak lenni, úgyhogy ezeket is láthattuk már, ugye akár rendezvényen láttuk, amikor átadtátok, vagy van, hogy online ünneplitek meg őket. Úgyhogy ezek is nagyon jó pluszok, amit tudtok adni a csapatotok számára. Na és végül akkor még meséljetek egy kicsit arról, hogy akár erre az évre nézve, milyen céljaitok vannak, hát egy már ugye sikerült, hogy lett egy gyémántatok, de hogy még van-e az évre is, amit még beterveztetek, mik azok az új fókuszpontok, és akár hosszabb távra is, több évre előre nézve, mik a céljaitok a DXM-ben. Szeretnénk minősülni most az ITSI-ra az idén, ez az idei terv. És a többire is utána. Jó, hát a többire. Igen. Egy ilyen, mondjuk egy 5 éves távlati terv, meg az, hogy annyit kellene keresni ezzel az üzlettel, mint alkalmazottként. Honnan többet? Jó, legyen. Tehát sokan azt gondolják, már most is, amikor kiraktuk a Facebookra, hogy elértük ezt az ESD szintet, hogy mi van más munka mellette, tehát nem csak ebből éltek, nem ezzel foglalkoztok, csak... Mert ez ugye jól hangzik. Exclusive Stardust. Executive, nem exclusive. De nyilván, tehát a címek számunkra nem annyira fontosak, inkább az, hogy ebből az üzletből olyan jövedelmet érjünk el, amivel már biztonsággal el lehet hagyni a másik partot, vagyis az alkalmazott létet. És tényleg baromi jó lenne megélni azt, hogy egyre többen a csapatunkból, azok, akik küzdenek velünk együtt válvetve, ők is szépen gyémántok legyenek. Nem azért, hogy mi is lépünk, hanem bánom is én, csak ő nekik sikerüljön. Van, azt gondolom, hogy mindannyiunk számára ez ad a legjobb megerősítést, ugye, amikor a csapattársaink haladnak előre az úton. Tehát ezért is jelent ugye mindannyiunk számára nagyon sokat, ahogy most itt meghallgathattuk az új minősültöket, de akár ugye a többiek is ezt érezhetik, hogy minden szint nagyon sokat számít, de ugye mi is azt szeretnénk, hogyha nagyobb céljaink vannak a DXN-nel, akkor ugye azok is megvalósuljanak, különösen, hogyha ilyen sokat teszünk értek. Úgyhogy nagyon jó volt meghallgatni benneteket. Nem tudom, hogy zárszónak szeretnétek-e még egy pár gondolatot mondani, vagy ami bennetek maradt? Bennem maradt, igen. Hogy nem sok ez ahhoz a témához tartozik, hogy mire vagyunk büszkék. Az arculatunkra vagyunk büszkék például, hogy ezt kitaláltuk, hogy saját arculatot készítünk, és ezt tényleg nagyon jó szívvel tudjuk mindenkinek ajánlani, mert DXN-es nagyon sok van, de megjegyezhető DXN-es sokkal kevesebb. És ehhez nem kell, igazán nem kell túl sokat tenni, egyszerűen csak végig kell gondolni, hogy mi az az érték, amit te a fókuszba teszel, és ezt az értéket milyen eszközökkel tudod kommunikálni a többiek felé. Úgyhogy például ez a zsiráfos arculat egy jól sikerült dolog volt, aki egyszerűen erre jobban emlékezett, hogy mi mivel foglalkozunk, hogy ja, az a sárga, az a zsiráfos cég. Ez a BXN. Az a BXN. Tehát, hogy hangsúlyosabb volt az emlékeiben a mi arculatunk, mint magának az anyacégnek az arculata. Hát igen, mert ti nagyon jól csináljátok. Köszönjük szépen. Igen, úgyhogy köszönjük, hogy a végén is ezt a nagyon jó tanácsot. Milyen jó, hogy még mindenből tudunk tanulni, amit átadtok számunkra, és kívánunk nektek további sok sikert ezen az úton, nektek és a csapattársaitoknak is. Köszönjük szépen! Mi is kívánjuk mindenkinek! Legyetek sikeresek!